Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. A színeket behozzátok a mappából, egyén előszín és hátszín, és hozzáadjátok az egyéni színekhez. Na most ezeket két ablakot bezárom, és akkor elkezdjük. Kinyitunk egy 900x600-as üres lapot. Szűrők, Múramajster, Klút, itt beállítjuk a színeket, tehát előszín, hátszín, és leokéztük, szűrök, elmosás, gauss elmosás, 50 pixel, és OK. Behozunk egy réteg új üreset. Töltsük ki ezt a réteget az előszínnel, és szűrök, meddi, wavy lab, lesz 5, 135, és 0 lineár. Oké? Na most szűrök, elmosás, gauss elmosás, itt pedig 25 lesz, 25, és leokéztük. Szűrök, a frames, texture frame, a 40-et állítsuk 70-re, a stroke-nál vegyük ki a pipát. A többi meddig pedig marad, és leokézta. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás. 50. Így, oké. És még egyszer kijelölés, összehúzás, 20. Hát, jaj, állj be, úgy, oké. Na most a mappából behozzuk ezt a Nocse 124 Nikitának a képit, kimásoljuk, visszatérünk, réteg új, üres, oké. Jelenítsük meg a kijelölést, és ide kijelölés, illesztés, méret, beállítás. Így. Itt az átlátszatlanságot tegyük 80-ra. Egyesítsük az előző réteggel. Szűrök, simple, quick tile, apply. Ezt is rárakjuk az átlátszatlanságot 80-ra, és szűrök, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Behozunk egy réteg új üreset, kitöltjük az előszínnel, és a mappába megtaláltok azt a maszkot, hogy E1610, ezt behozzátok, és leokézzük. Na most ezt megkettőzés, és egyesítjük az két felső maszkot. Szűrők, torzítás, ellipszis, szűrők, torzítás, gömbölyítés, hát nem, így, 5-tel az intenzitás, oké. Szabad átalakítást, vegyük egyszer le egészen 30-ra, és még egyszer szabad átalakítás, most pedig 50. Így. Ezt helyezzük ide fel.
Úgy. Na most ezt megkettőzés 90 fokkal átfordítjuk és elhelyezzük alája. Egyesítjük a kettőt. Újra megkettőz. Alája tesszük. Így. És újra megkettőz. És azt is alája tesszük. Tehát összesen kell legyen nekünk 6 darab ilyen kicsi gömböcskénk. Na most a gömböcskéket egyesítjük egymással. Réteg, középréteg, függőlegesen középre. Hát adjuk neki szűrők, textúra, homokkő, és most ezt kettőzzük meg. A vízszintes tükrözéssel átdobjuk, áthozzuk a másik oldalra. Itt is beállítjuk réteg, középréteg, függőlegesen középre. Most pedig bemenjünk a szűrők, színek, színes fólia, és 100%-kal, de a hátszínnel. És leokkéztuk. Egyesítjük a két réteget. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt. 12-vel élesítjük. Hát azt hiszem, hogy lépjünk vissza kettőt. Maradjunk a felső rétegen, bocsánat. Szűrők, textúra, homokkő, mert ha a színes fóliát átváltottuk a színt, eltűnt nekünk a homokkő, ezért kellett visszalépni. Na most egyesítjük az előző réteggel, szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük, a beállításokkal pedig adjunk neki egy árnyékot. Hát legyen ez a 7-7-80 és 7. Oké. Okay. Árnyék egyesítés. És újra beállítások árnyékolás. De most mínusz 7. És mínusz 7. Oké. Okay. És árnyék egyesítés. Na most a következőkben vesszük a kijelölőt és a téglalapot, és itt ezt a téglalapot, amit látunk, szépen kijelöljük. Hát még egy picikét. A kézi beállításokat is elmondom. 135-107, a szélesség 632, magasság 384. Na most... kijelölés növeszt 15-tel. Oké, okay. Behozzunk egy réteg új üreset, megjelenítjük a kijelölőt, rálépünk a háttérre, és ezt a kijelölőt megkettőzzük. Hát nem is kellett volna az új réteg, tehát ezért ezt törjük. Most ezt a keretet felhozzuk felső rétegként, és kijelölés réteg kiválasztás. Szűrők, leképezés, kontúr 3D, beállítjuk a színeinket, előszín, hátszín, így, egy ötös szélesség, 80 átlátsztalanság, bal felső tompítás, oké. Okay. És szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük, és szűrők, leképezés, progresszív kontúr,
5 pixel, a külsőnél behagyjuk a pipát, és leokéztuk. Kijelölés, elrejtése. Na most a következőkben a mappában van egy ilyen nagyon szép virágunk. Kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként. Ezt szabad átalakítással, hát tegyük 980 jó lesz. Még egy kicsit azért lejjebb hozom, így. És ezt a virágot elhelyezem a keret alá. Szűrök, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Egy picit toljuk el a virágunkat. Nézzétek csak. Bal oldalra, mert ide, ha berakjuk a csajt, akkor látszódjon a virágunk. Na most, réteg egyesít minden réteggel, a virág se kell már, ezért lecsukjuk. Kép, külső keret, 2 pixel az előszínne, oké. Kép külső keret, 2 pixel a hátszínen, oké. Kép külső keret, 2 pixel az előszínen, kép külső keret, 50 pixel a hátszínen, így. Na most a varázspálcával kijelöljük itt az 50 pixeles, vagy 50 szélességű keretet. Szűrők, Muramester, Klud, beállítjuk a színeinket, előszín, hátszín, így, oké. Okay. Szűrök, elmosás, Gauss, elmosás, 25, leokéztuk. Most bemenjünk a szűrők, Filter Unlimitedbe. A Tramagesz, vagy Tramagesz, To the Line, Top the Line, bocsánat. És ennek a beállításai pedig lesznek 82, 11, 48 és 9, és Apply. Kijelölés, inverse kijelölés, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, 5 pixel, vagyis 5 összélesség az előszínnel, a külsőnél hagyjuk be a pipát, oké, okay. Kijelölés, kiterjesztés 5, leokéztuk, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, marad ugyancsak az 5, de most a hátszínnel. És ezt is leokézzük. Kijelölés, elrejtése. Na most, a következőkben behozzuk a mappából Acaleának a csaja, ezt kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként, úgy tegyük a csajt, hogy körülbelül itt a válla azért látszódjon még ez a gömb. Na most, rétegméretezés, az arányok megtartásánál kivesszük a pipát, fejebb méretezzük, tehát így, rögzítés, szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük,
és a beállításokkal adunk neki egy árnyékot. Maradhat ez a 7-7, a százalékot levesszük 50-re, és a sugarat feltesszük 25-re. Oké. Okay. Árnyék egyesítés, és újra beállítások, árnyékolás, mínusz 7, és mínusz 7, oké, okay. És árnyék egyesítés. Tehát ezt is bezárjuk. Most behozok egy réteg új üreset a szignónak, így. Szűrők fotó PNG, leteszem azért a sarkára, hát nem is tudom miért volt 50 az átlátszalanság, de hagyom 100-an, oké. Okay. A keverékmód fényesség, a beállításokkal adok neki egy árnyékot, egy 100 és 1-es sugár, oké, okay. Árnyék egyesítés, és szűrők, domborítom, domborítással. Réteg, egyesít minden réteggel, a képet pedig méretezzük 800 pixelre. Hát ennyi volt a mai leckénk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindenkinek nagyon kellemes hétvégét, vagy hosszított hétvégét kívánok. Köszönöm az eddig elkészített leckéket. Sziasztok!